fogszabályzás iránti legnagyobb motivációt a pácienseknek általában az adja, ha valamit nem kedvelnek a mosolyukon. Sajnos azonban a fogak szabálytalan helyzete, illetve a harapási eltérések a kedvezőtlen mosoly esztétikán túl jóval több problémát okozhatnak. A torlódott fogazat nehéz tisztíthatósága miatt ugyanis könnyebben alakulhat ki fogszúvasodás, illetve íny és fogágygyulladás. A harapási eltérések miatt pedig a fogak túlterhelődhetnek, ami hosszú távon további gondokhoz vezethet, például a fogak meglazulásához, a fogak körüli csont pusztulásához, íny visszahúzódáshoz, vagy akár állkapocsi zöleti megbetegedéshez is, ezáltal rágási és egyéb funkcionális problémákat okozva. Sokszor a fogszabályozásra egyfajta kiegészítő terápiaként kerül sor, azért, hogy az adott fogászati beavatkozásnál magasabb szintű végeredményt érhessünk el. Itt segítségünkre lehet parodontológiai pácienseknek a fogágyi kezelésében, vagy akár implantációs kezelés előtt a foghiány melletti fogak újrarendezésében, illetve akár az esztétikai fogászaton belül is, például héjak előkészítésében. Fogszabályozó kezelés igazából bármilyen életkorban végezhető, addig, amíg megfelelő mennyiségű csontos bázissal, fogakkal és gyulladásmentes fogággyal rendelkezünk. Természetesen az adott kezelést végző szakorvos feladata, hogy tisztában legyen az életkorhoz kapcsolódó lehetőségekkel és korlátokkal. Szerencsére Magyarországon az elmúlt 10 évben nagyon sokat változott a fogszabályozókkal kapcsolatos társadalmi elfogadás, így egyre többen mernek belevágni a kezelésbe itthon is. Ugye fogszabályzót viselni nem ciki egyáltalán, sokkal inkább az igényesség jele. Bizonyos harapási eltéréseket a legjobb még növekedésben lévő pácienseknél elkezdeni, ugyanis náluk az álcsontok fejlődését kedvező irányba befolyásolva később stabilabb végeredményt érhetünk el. Ilyenkor vegyes fogazatban, illetve korai maradó fogazatban sokkal gyakrabban használunk kivehető éjszakai fogszabályzó készülékeket. Aztán később maradó fogazatban már nagyobb szerepet kapnak a rögzített multibond típusú készülékek. Ezek megjelenésében két főbb típust különböztetünk meg, a fém, illetve az esztétikusabb kerámia rendszereket. Sokan a fém fogszabályzókat már nagyon elavultnak tartják, pedig ezek a mai napig folyamatos megújuláson esnek át, és gyönyörű eredményeket lehet elérni velük. Ma már a 3D-s nyomtatás és a digitális tervezés fejlődésével lehetőségünk nyílt a színes, átlátszó készülékekkel való fogszabályozásra. Ezek az úgynevezett eyeliner típusú készülékek jóval nagyobb magabiztosságot adnak a viselőjüknek, azáltal, hogy sokkal kevésbé látszódnak, illetve a mindennapokat is szabadabbá teszik, mert általában kevesebb fogászati kontrollt és rövidebb vizitidőt igényelnek. A rendszer fejlődésének köszönhetően ezeket ma már akár vegyes fogazatban is alkalmazhatjuk, és hát a dinédzserek körében is egyre népszerűbbé vált. Hatalmas előnyük még, hogy étkezés, illetve fogmosás előtt kivehetőek, és ezáltal növelik a komfortérzetet. Vagy akár ha egy-egy fontosabb eseményre megyünk, akkor pár órára ki is vehetjük őket.